estét kívánok! Aki esetleg nem tudja, mire vélni, hogy jön ahhoz egy alacsony, komplexusos ember, hogy nála sokkal értékesebb embereket baszogasson, az nézzen több parlamenti közvetítést. Először is a képernyőn keresztül köszönteném azokat, akik azt hitték, hogy ha először elvállalják itt a szereplést, aztán meg lemondják, majd megússzák. Tévedtek! Vánusz Szavér például igazoltan van távol, igaz? Mert állítólag most orgonasípokat tesztel. Nem munka, legszűkebb baráti körben. Így áll. Itt vagytok, remélhetőleg jó érzi magát mindenki. És tök jó, hogy ez egy igazi közönség, és nem a csatorna dolgozói ülnek a hátsó sorokban, mint bármelyik megasztárban. Mi is ez a roast? Arról szól, hogy öltönyt húzunk, és eljátsszuk, hogy amerikaiak vagyunk egy kicsit, érted? Wow, yeah! Zolikám, neked ez nem ismeretlen azért, teljesen a teljes életművelet takarja valahol. Azért tisztázzuk, én tisztelem az értékeket, téged is, de egy önjelölt Kárpát-medence béli gengszter az nekem olyan, mint egy ilyen könyvtárszakos tömeggyilkos. Mindig meg akartam kérdezni, hogy az ott egy non-figuratív tetkó, vagy az már a viszered? Mások így... Mondják, hogy egy igazi férfi elég, hogyha egy fokkal szebb az ördögnél. Hát azért mi ezt kicentisztük rendesen. Atikám, Magyar Attila, édesziem, téged lehetetlen zrikálni, hát téged mindenki szeret. De ez így van, nem? Így van. Te magad vagy a vidámság. Nekem is például egy vígjáték jut eszembe rólad, egy vígjáték, nem tudom, emlékeztek-e rá, a hóbortos hétvége. Emlékszel, mi volt a cselekmény? Heteken keresztül egy Bernie nevű testet rángattak magukkal. Többen mondanak ezt is, azt is csak meg akartam kérdezni hiteles forrásból, hogy ezzel a becenévvel, hogy nyuszó-muszó, egyébként jól lehet pasizni? De most így jól... Hallgatás, beleegyezés. Tereskova, szia! Szia! Szia, üdvözöllek! Egy dologra kérlek téged, most csak dőj hátra, ne csinálj semmit, engedd, hogy most mások égessenek. Ismeritek azt a mondást? Szokták szülők mondani, hogyha nagyon hülye a hangot, hogy hallod, ne énekelj, inkább rajzold le. Ismeritek? Én láttam már a képeidet is, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel nem oldunk meg semmit. Tipos Petikém a Mirigyből. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, ahogy ajándék átvételkor szokták mondani, nem kellett volna. De kicsit más kontextusban. Ez a műsor már megérte, végre rendesen utána néztem többőtök munkásságának. Tényleg. Megtudtam, hogy az Irigy Hónai Mirigy egy paródia zenekar, és azt is, hogy a Gangsta Zoliék meg nem. Szerintem az elmúlt 20 évben, Petikém, több szoknya volt rajtad, mint a Cinim meg a Tereskován együttvéve. És már majdnem annyi, mint Terry Blacken. Nagyon nem minden. Jáksó Laci, szia! Remélem, jó érzed magad itt a heti heteses környezet után. Hát lesz egy-két változás, tehát néha röpködnek poénok. Senki nem MSZP-s. Én unom már, szerintem te is, hogy mindenki a nem létező állatdal cseszeget. Ez akkora kreténség, nem? Főleg, hogy vannak itt nagyobb bajok is. Mert ő már producer is, tudtátok? Az új sorozatának köszönhetően végre többet tudtunk meg a marslakókról. Még nem tudjuk, hogy embereket visznek el, de azt tudjuk, hogy nézőket nem hoznak. Kis Ádám, drága kollégám, igaz, hogy neked tényleg többen vesznek egyet a fellépéseidre, mint nekem, viszont az én rajongóimnak meg életkorukból adódóan már van saját keresetük. És nem büntetendő, ha összejövök velük, tehát ezzel nincsen semmi probléma. Én kívánom tényleg, hogy neked is nem sokára, minél hamarabb legyen karinti gyűrűd, erre komoly esély van. Tényleg föltéve, hogyha a Magyar Rádió helyett a Bravo újság kuratóriuma fogja utána, és nem ítélik, hanem sorsolják. Zalatnai Cini. Hát veled nem volt nehéz dolgom, azért rajtad volt a legkönnyebb fogást találni. Híres volt a Nyuszis magazin, már beszéltünk róla, amiben te is szerepeltél. Ez volt az első ilyen újság, aminek az óriás poszterét csak széltébe lehetett széthajtani. És hát forduljak az ünnepelthez. Nagy Feró, állampolgár, imádunk. Én tisztában vagyok vele, hogy a te korodat már tisztelni kell, tisztelem is. Ilyenkor az ember már ilyen Charlie Sheen napirendje szerint él. Azt tudod milyen? Felébredsz reggel, kakálsz egyet, aztán felkelsz az ágyból. Szokás azt is mondani, hogy a csúcson kell abba hagyni. De csak ráhúztál még 60 évet.
Az életutad olyan, mint egy Fairlane típusú Fordé. Ez megvan? A garázsban kezdi. Yeah! Mint garázsmester. Aztán itt a roncstelep. Lám-lám, addig mondogattad, hogy eszem faszom megáll. Összejött, csak más sorrendben. Azzal volt teli a sajtó, hogy összevesztetek a gesztivel. Dalszövegeken. Hogy, de most melyik lehet a komolyabb? Gyere, kislány, gyere! Vagy a I love you. Ha már dalszövegek, van az a rész, hogy a munkának vége, kijössz a gyárból. Nem tudom, ezek közül melyik szó jelentését ismered. De jó lett! És ez a lényeg. Potencia ide, sztárság oda, ha meghívnak egy swinger partira, egy dologra figyelj. Ha véletlen, spontán vonatozás tör ki, ne te legyél a mozdony. Köszönöm szépen! Kurva eget, gyerek! Jó estét, sziasztok! Hát, ugye Zolit jöttünk rosszolni, de azért engem dagadtozott rommá mindenki. Semmi gond, abszolút fel vannak jogosítva rá, hiszen makulátlan, csodálatos, tökéletes emberek ülnek velem szembe. Nézzük meg rögtön Kovács András Pétert, ott a középső, felső sorban a középső fiatalember, aki úgy néz ki, mint egy miniatűr Jason Statham. Olyan, mint egy akciós akcióhős. Mint a Bruce Willis 90 fokon mosták volna ki. Egy magyar szuperhős kicsi vészhelyzetekre. Kicsi szőrös, de a miénk. Ha veszélyben van a törpehörcsöged, akkor hívhatod, egyszerűen csak szört kell vetíteni az égre, és megjön. Ennyi. Kovács András Péter élete a hármas számjegyében telik. Ugye három neve van, három gyereke, három heréje. Nagyon fantáziadús ember. Tudjátok, hogy hívják a három gyerekét? Nem fogod kitalálni. Kovács András Péter. És az egyik lány az a durva. Ő a kis Kovács? Igen. Szuper frappás becenevet talált ki magának. Ugye kap. Kovács András Péter. Milyen egyszerű. Milyen durva lenne, mondjuk úgy hívnák, hogy Füredi Antal Szabolcs. Gondolj bele. Már nem működne ugyanúgy. Most az a címe a műsorának a YouTube-on, hogy kaptár, így az lenne, hogy fasztár. Meg is van a szlogenje, direkt ilyen Zoli is, hogy itt az új fasztár, ilyet még nem basztál. 18-as kirakjuk, bocsánat. Van itt köztünk egy olyan ember, aki színészi képességekkel rendelkezik, ha felgyulladnak a fények, képes eljátszani valódi érzelmeket. Nem Zsófira gondoltam, hanem Hajdú Péterre. Kedves Péter, nagyon komoly ívet írt le a karriered az ATV-től, egészen az ATV-ig. Ez a frisbee inkább bumeráng, mert ugyanoda ment vissza. Kettesen azért más világ volt, ott még talicskával toltad ki a pénzt. Most már elég egy kerekes szatyor, és sincs is teli. De legalább most már neked is vidám a vasárnap. Mondd csak, mit szoktál írni az adóbevallásodba? Ugye eddig katás voltál? Most mi vagy, evás? Ne haragudj, hogy összezavarta, aki ilyen idegen szavakkal, hogy adózás. Állítólag a fővárosi bíróságon a szabad szombat mellett már van egy Hajdú hétfő, amikor csak a te ügyeidet tárgyalják. Két miniszterelnökkel is jóban voltál, sőt, exkluzív interjút is adtak neked. Ráadásul egyik a lányát meg is dugtad. Most úgy néz ki, rosszul választottál, mert hogyha a másik lányát kapod el, akkor nem, hogy műsorod volna a TV2-től, hanem tied lenne a csatorna. Egyébként gratulálok az új barátnődhöz. Nem is tudtam, hogy Magyarországon már engedélyezett az emberi klónozás. Nem mondom, hogy hasonlít Katára, de hogyha a gyerekek rögtön anyának szólítják, ne csodálkozz. Baszki, a ti vállásotok komolyan olyan, mint a Well Hello film. Soha véget nem érős. Anett, kedves kolléganőm, Anettkán próbálok összeszedni magam, és nem vagyok én olyan prosztó, mint hogy látod, meg ahogy gondolják. Én megadom a módját, mégiscsak hölgyel beszélek. Tehát úgy beszélek, hogy egy hölgyet az megillet, jó? Lassan, tagoltan, jól artikulálva.
Nem vagyok hímsoviniszta, még az Ákos lemezeimet is elégettem annak idején, amikor a principiumotokat kellett volna beteljesíteni. Én nem mondok ilyet, mit nem szabad egy nőnek, dehogyis. Nem mondok ilyeneket, hogy a nőnek a konyhába a helye, dehogyis. Én ettem már abból, amit főzött. Jobb, ha be se engeditek. Meg ott van a másik veszőparipa, hogy a színpad nem való a nőknek. Dehogyis nem való a színpad a nőknek. Színpad kell a nőnek. Meg nikkel, meg rúd, meg apró. Zene. Anettnak van egy arckifejezése, egyszer mondta nekem, hogy olyan, mint a szélütést szenvedett volna kétszer, meg hogy ő Tim Burton halott mennyasszonyának az élő verziója. Nem tudom, ez az arckifejezés miről állókodik, nem tudom, hogy van-e nála megjátszott orgazmus, mert ha van, akkor mindaz. Pont ugyanolyan arcot vág, mint amikor azt akarja mutatni, hogy majdnem elélvez, mint amikor rájön, hogy akciós a macska kaja. Itt van Kis Ádám kollégám. Az elmúlt években egyébként nagyon jók voltunk a drámai magyar filmekben, ott volt ugye a Saul fia, aztán a Duma párbaj. Mindkettőn pont ugyanannyit röhögtem. Ádám nagyon sikeres, még Playboy címlapon is volt. Még ezt a kis örömet is elveszi szegény autószerelőktől. Gondolj bele, hogy havonta várják a postást, mint a messiást, hogy szinte látom magam előtt, hogy két kuplungcsere közti szünetbe jön be az inas, olajos arccal, és mondja az öreg mesternek, hogy Feri bátyám, látom, meghozták a Playboyt, kicsit hagyd szaladjak már ki vele, most én vagyok a soros, bepúderezem az orromat. És mondja az öreg így rémült arccal, hogy Ferikém, most ne vigyed, most nem jó, a Kis Ádám van a címlapon. És így is kiviszi, ez a durva. Majd, amikor így az évtized végén lesz parti az összes címlapsztárral, Hefner bácsinál, nem lesz egyszerű, ott a medencés buli. Az öreg le sem megy a medencéhez, csak leküldi az acskóját. Felső sor, széle, Dénes. Hát Dénes sem most mit csinálják, próbálok vele kapcsolatban jó ízlés határaim belül nyilatkozni. Nem mindig megy. Megfigyeltem, hogy az összes Dénes nevű barátom seggfej. Egyetlen kivétel ő, mert ő nem a barátom. Zsófi. Én nagyon kedvelem Zsófit, én elfogadom a barátait is, tehát nincs azzal semmi baj, hogy valaki Vajna Tibivel barátkozik. Ugye Tini annak idején azt mondta, hogy az a legszebb dolog, hogyha gyémántot adunk a párunknak, és én arra gondoltam, hogy nem tudom, a Timi mennyire ismeri a kémiát, biztos jobban, mint a Sóbert Norbi, de várjál, adnék neki egy darab német brikettet, mert ugyanaz a molekula lánc, hogy szorítsad, bazd meg, nagy nyomással, várd meg, amíg gyémánt lesz belőle. Elnézést. Szóval a kereskedelmi televíziók világa keményen, mint gondolnátok, cserekereskedelem van nálunk, ugye mi Szabó Zsófit Ördög Nóriért kaptuk cserébe, vagy inkább bosszúból. Hát muszáj volt lecserélni, Nórit már megkezdte a Spár árzabáló egy kicsit. Látod Zsófikám, milyen egy színház, remélem egyszer majd ismét visszakerülsz, vagy felkerülsz a színpadra. Úgyis annyi jó darab készül mostanában, például hogy rengeteg jó Alföldi Robert darab készül, mondjuk ő kicsit máshogy nyúl mindenhez. A témákra gondoltam, ő még a címeket is átalakítja. Nála a Passió új címe Jó Pasi. Zsófinak van egy óriási bűne, itt most kivételesen nem a Story Extra-ra gondolok. Ugye ő szabadította ránk a nem tornász Berki Krisztiánt, aztán magára tetováltatta a nevét, mint hallottuk. Nekem ez a problémám az ilyen szerelmes tetoválások, hogy szakítunk, és aztán mi lesz? Ugye vagy aki letörölteti, kivágatja, legügyesebbek átalakítják. Neki nagyon egyszerű volt, eddig az volt ráírva, hogy Berki, most meg az, hogy bárki. Csak egy picit kell. Köszönöm. Nem vagyunk egy idősek, én öregebb vagyok sokkal, de mind a ketten nagy idők tanúi vagyunk. Én még láttam szegény Michael Jacksont feketén, te pedig Berki Krisztiánt vasalatlanul. Tudom, hogy szereted a lovakat, bármióta csatornát váltottál, az RTL-től lófasz se kaptál. Olyan szerényes küvőd volt, hogy még a násznép is helikopterre ment, ezt jól tudjuk. Az esküvői képekre azért kellett 2 hónapot várni a Borsnak, mert Rogáról le kellett photoshopolni a pilóta jacket. De megoldottál. Köszönöm. Hajós András, akire tényleg felnézünk, sok minden okból, például, mert magas. Sokat tanultam tőle. Emlékszem, amikor először léptél fel nálunk a Showdel klubba, 50 percet nyomtál, ebből maradt hasznos 4 perc, ebből 2 perc reklám. Igazán szerencséd van, pont annyi idős leszel, mint amilyennek kinézel.
Friderikusszal is összevesztél. Kritikája után azt nyilatkoztat, hogy hátba rúgott téged. Te, Bandi, biztos, hogy a lába volt? Rengeteg műsorban szerepeltél. És szinte kivétel nélkül egyik sincs már képernyőn. Egyik sikered volt a Magánszám, egy évadot ért, meg most szűnt meg a Heti Hetes, mondjuk az nem pont miattad, és a dalfutás sem viszi már a dalt senkinek. Szóval baromi nagy kár ezért a rostér, mi azért szerettük. És végül itt van, ami ünnepeltünk, Gangsta Zoli. Nem tudom, tudtátok, hogy az ő szülei valódi művészek. Előfordult már, hogy megcsörrent otthon a telefon, és Zana művész urat keresték, és egy pillanatig azt hittet, hogy te vagy az. Csúnyán néz rám, úgyhogy befejeztem. Szúrósan néz, tényleg, de számomra ő egy ikonikus figura, én nagyon kedvelem őt. Esküszöm, ha lenne beleszólásom, ha én dönthetnék, én őt küldeném ki magyar színekben az Eurovíziós Dalfesztiválra. Legalább körülbelül tudnák, hogy nézünk ki mi magyarok, de tényleg. Ja, nem olyan régen Kállai Szanders András küldtük ki. Remek énekes, de biztos okozott egy kis fejtörést azért a külföldieknek. Szinte látom, hogy a norvég meg a svéd így nézik a papírt, azt mondja, Hungary, Hungary, de kik azok a magyarok? Várjál, megnézem, hogy néz ki, akit küldtek. Nézd már, olyan magas, vékony, fekete. Nem baj, idén Pápai Jocival rendet teszünk a fejekben. Zolikám, van fogalmad róla, hogyha egyszer vallásos lennél, mert úgy érzem, nem vagy az, hogy... Tényleg, hogy mennyit kéne gyónni, hogy meggyónna bűneidet, meg eleve multiplikálódna, mert ott, hogy gyónna ő, azt mondja, mi atyám, ki vagyok, kibaszott, menjek be, bocsánat! Egyből már is 10 mi atyánk, szóval sose lenne vége. Zolikám, nagyon sok mindent letettél az asztalra, igaz, nagy részét fel is szívtad. Isten lássa a lelkem, én imádlak, legyél jó egészségben, folyjon az a rossz vér. Így szeretünk, ahogy vagy, ne fürödj meg soha. Köszönöm szépen!